Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm a Budapest Európa Televízió kedves nézőit, és elkezdjük a mai Isten tiszteletünket. Mint, mint eddig minden alkalommal, én úgy látom és úgy érzem, hogy, hogy Isten csodálatos dolgokat fog mondani. Én azt vettem észre, hogy ezekben az időkben, Isten mindig bátorít bennünket, mindig fölemel, mindig egyszerűen azt akarja, hogy lássuk be, hogy ő nélküle csak beleszakadunk sokszor a munkába, és nem jutunk ötről a hatra. És hogyha már meg is szereztünk valamit, mondjuk legyen az egy vagyon jobb esetben, ugye? De sokan inkább az éhezéssel küzdködnek, és hiszem, hogy Isten ő feléjük is szól. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen mindenkit föl fog rázni, és, és be fogja látni, hogy Isten gondot akar viselni róla. Nekünk csak annyit kell tenni, hogy ámen, igen, Uram, elfogadom, elfogadom, de elsősorban téged, a szemét, Jézus Krisztust szeretném elfogadni, és behívni az életembe, mert ez a kulcsa mindennek. Tullik, addig nem is tudjuk szeretni őt. Ak akkor tudjuk szeretni, mert sokszor előjövünk a törvényel, hogy sz szeresd a te uradat, a te istenedet, teljes erődből. És ez valóban egy gyönyörűen hangzik. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogy a törvény rossz, a törvény jó. Csak egyszerűen, már a múltkor erre kitértünk egy igébe, hogy, hogy a test erőtlenség miatt egyszerűen nem, nem volt hatékony a törvény. Mert egyszerűen nem volt olyan ember a Földön, Jézus kivéve, aki teljesíteni tudta volna. Tehát ez szeretet is ilyen. De amikor mi behívjuk, mert megérint, az ő szeretete érint meg. Tehát ő előbb szeretett bennünket, mint mi őt. Amikor ő megérint, az ő szeretete vonz magához. Engem például, amikor befogadtam Jézust előtte, Hát, mintha fizikálisan éreztem volna a vállamon, hogy, hogy valaki nagyon finoman, ilyen ösztönző módon nyomta a vállamat. És akkor döbbentem rá, mert a fal volt mellettem, hát nyilván nem a fal lökdösött, hogy Isten valamit akar. De nem durván, csak olyan finoman lágyan. És kimentem, és 30 évvel ezelőtt történt ez, és azóta boldog életet élek. De nem csak én, hanem az egész családom. Tehát miről szólít majd az Isten igéje? A rómaiakhoz írt levél, tehát Pálapostól leveléről van szó, és pedig a 8 28 tól lesz egy-két ige, amennyire ugye az ige is, meg az, illetve a, az idő megengedi. Szeretnék felolvasni egy pár igét. Mindjárt az első, a 28, tehát a 8-28, rómaiakhoz írt levél, 8. Rész is 28-as verstől. Azt mondja, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fiai ábrázatához hasonlatosak legyenek, legyenek hogy ő legyen az első szülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Eddig szól az üzenet, és egy kicsit menjünk bele részleteibe. Tehát először is egy, úgy, úgy mutatja be ezt az alapvető igazságot, hogy mint, mint aki tudjuk, tehát evidens, ezt mindenkinek tudnia kell. Ha eddig nem tudta, akkor most tudni fogja. Tudnék az embere mi a gond, mi a probléma. Mindig a körülmények folyásolják be a véleményüket. Na most, amikor rossz következtetés vannak le egy dologból, akkor annak rossz érzelem lesz a következménye, és hogyha rossz az érzelmeink, rosszak az érzelmeink, ugye, akkor rossz, rossz döntéseket fogunk hozni. Tehát minél idegesebbek leszünk, minél fusztráltabb, annál inkább fogunk hibázni, és annál nagyobb hülyeségeket fogunk csinálni. És Isten nem azt akar, hanem azt akar, hogy értsük meg ma, hogy akik, azt mondja, evidens. Tehát tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Tehát, ha minket Isten elhívott arra, hogy az ő családjának a tagjai legyünk, azért, hogy aztán hát hirdessük mi is ezt a jó hírt, hiszen a mai nap is nem szól másról, csak az evangéliumról, az örömhírről. Ami, ami egy csodálatos hír, hogy nem kell úgy élni a mai naptól kezdve, hogy eddig éltünk. Élhetünk egy csodálatos felszabadult életet, és nem kell kétségbe esni, hogy most olyan léceket kell átugrani, amire képtelenek vagyunk, olyan feladatokat megoldani, mert az Isten velünk van. Nem kell félni az emberektől, mert ahogy mondja is az Isten igéje, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Embernek nem árthat. És ez az Istennek a szava. Ezek rendkívül fontos dolgok. Tehát amikor látjuk, hogy a körülmények nem úgy alakulnak, ahogy mi azt elképzeljük, ahogy arra következtetünk, hogy na most, most bejött ez a hiba, is, az is, ezek ezt mondták, azok, meg ilyen példákat láttam, meg másokkal is, e, hittek ebbe, meg szerették volna, és, és mekkora bukás lett. Hát ez a probléma. Ez a probléma, hogy a körülményekre nézünk abból vonunk le következtetést, de nem a körülmények irányítják a mi életünket. A mi életünket az irányítja, aki teremtett bennünket, aki teremtette az életünket is. Aki megváltott bennünket a bűneinkből, a gonoszságainkból, aki megszentelt bennünket az által, hogy nem csak hogy, hogy elhívott, hanem magához is csatolt. Tehát egyszer elkerített magának. A szentség egyébként ez. Nem, nem egy viselkedési forma a szentség, hanem hadd mondjam ezt nagyon konkrétan. Az azt jelenti, hogy Isten számára elválasztott. Tehát elkülönített. Tehát ha mi el vagyunk különítve Isten számára, akkor ezért vagyunk szentek. Nem azért vagyunk szentek, mert csodálatosan működünk, és olyan gyönyörű dolgokat csinálunk, hogy az emberek elálljonnak tőle. Persze az nem rossz, de ez inkább a szent létezésnek, a következménye, hogy képesek vagyunk jó, jó dolgokat tenni. Jót tenni az emberekkel, adakozni, fölsegíteni az utcának jelesik, és nem egyből ítélkezni fölötte. Ilyeneket ugye mindannyian már tapasztaltunk. Tehát ez rendkívül fontos, hogy tudjuk, hogy minden, ami történik, az a javunkra van. Miért? Azért, mert amikor egy körülménybe... Tehát behat a, a, a felfogásunkba, megváltoztatja azt a nézetünket, azt az egészséges látásmódunkat, és azt szerint kezdünk cselekedni, akkor rájövünk, hogy összefüggés van a között, ami, amire figyeltem, ami megragadta az elmémet, és akkor egyszer csak látom, hogy a saját életembe beszűrődött ez. És mi a haszon ebből? Hogy mi ez ami javunkra van? Hát a tapasztalat hogy most már tudjuk, hogy, hogy hát nem csak az az ember ott a televízióban beszélte, ez tényleg így működik. Hogyha én állandóan a kudarcokon, a rossz híreken legeltetem a szememet, meg a fülemet, akkor ne csodálkozzak, hogy ez egy divatos szóma, hogy a bevonzása a dolgoknak. De hát én nem erről az oldalról közelítem meg, hanem az ige alapján. Tehát egyszerűen Azzá válunk, amit gondolunk. Mi azok vagyunk, amit gondolunk magunkról. Én úgy gondolom, hogy én Isten szolgája vagyok és gyermeke. És az én életem és a családom fölött az Isten uralkodik, és az ő angyalait kirendelte a mi védelmünkre. Én 73 éves vagyok, és ma is minden nap autózom, minden nap megyek embereket főrázni kicsit, most nem, nem, dicsekszem ezzel, hanem ez a normális. Nem kellene elmenni egy lelkésznek 60 éves korba. Hát most hallottam, hogy egy országos hírű lelkész a feleségével úgy gondolt, hogy elmegy nyugdíjba. Megtehet, mindent megtehet, könyörgöm mindent. De, de hogyan képzeli el, hogy, hogy egyszerűen kilép az Istennek a munkájából, és akkor azt mondjam, hogy most már csinálják a fiatalok. Hát amíg van nyelvünk, szánk, míg van levegőnk, míg képesek vagyunk kimondani legalább egy olyan szót, ami a minden, hogy Jézus, Jézus szeret, addig mit, mit beszélünk mit a nyugdíjról? Meg az, hogy visszavonulok. Hova, hova lehet visszavonulni, amikor egyetlen egy valaki, Isten az, aki megtart. És ő az, aki garantálja azt, hogy nekünk szép, boldog jövünk lesz. Ott van Jeremiás proféta könyvében a 29. rész, ugye a 11. vers. Azt, ugye én tudom az én gondolataimat felőled. És nem háborúságot terveztem, hanem békességes jövőt. Ezt szerettem volna most, most ő mondatokba elmondani. Én hiszem azt, hogy ez mindenkinek most tényleg a javára vált. Mert ugyanakkor meg, amikor látjuk, hogy, hogy, hogy az ige beégődik, tehát be, be, van égve a szívembe, nyomot hagy benne, örökkivaló nyomot, és azon járatom az elmémet, gondolatomat, és akkor egy jó érzést tölt el. És a jó érzés akkor azt mondja, hogy hát olyan, úgy, olyan jó lenne ma is valami jót tenni. Hiszen Isten erre teremtett, ugye? hogy előre elkészített jó cselekedetekbe járasson. És mikor ezt megtesszük, az egy nagyon jó érzés nőtt akkor. De nem csak bennünket, hanem a mindenható Istent is. Drága nézőink, nagy szeretettel köszön, köszönöm ezt a figyelmet. Engem nagyon megérintettek ezek az égek, mindig megvigasztal, mindig rádöbbenek, hogy tényleg bármi történik. Előbb-utóbb kiforogja magát, kiderül a számunkra, csak őszintének kell lennünk hogy javunkra vált ez is. Én hiszem azt, hogy minden drága nézőnek és hallgatónak javára váltak ezek az igék. És azt kívánom, hogy a mindenható Isten erősítse meg a hitünket, mindannyiunknak a hitét, a ragaszkodását a jóhoz, az Istenhez, a jó Istenhez, és az egész család örülni fog emiatt, és boldog lesz. Jézus nevében elköszönök most önöktől. Köszönöm.